Égetett szeszes italok. Szeszes ital, ipari készítmények a bornál és a sörnél jóval magasabb alkoholtartalmú azoktól előállítási módjukban és összetételükben egyaránt különböző italok. Alkoholtartalmuk részben vagy egészben valamilyen erjesztett szénhidrát tartalmú anyag lepárlásából származik. A szeszes italok a magas alkoholtartalomból adódóan külső hatásokkal kevésbé érzékenyek, nem romlékonyak, gyakorlatilag korlátlan ideig eltarthatóak. Összetételük, minőségük állandó, független az évjárattól és a termőhelytől. Csoportjai, párlatok, likőrök, egyéb szeszipari termékek. Párlatok. A párlatok erjesztett növényi részek lepárlása és érlelése útján készült. Jellegzetes aromájú, magas alkoholtartalmú italok. Közös jellemzőjük, hogy általánosan 38 és 60%-os az alkoholtartalmuk. Tehát 38 és 60%-os alkoholtartalom jellemző rájuk. Ízüket a felhasznált növényi alapanyagok, esetleg must adja. Nyersanyagok szerint ugye lehet a borpárlat, gyümölcspárlat, gabonapárlat és még sok más párlat is létezik. Ugye gyümölcspárlatok olyan szeszes amelyek friss, magos vagy magnélküli gyümölcsből készülnek erjesztéssel és ugye lepárlással. Előállításokat általában aromás, nagy cukortartalmú gyümölcsök, ilyen a szilva, kajszibarack, cseresznye, a körte, az alma, az eper, és ezek keverékei. tartalmuk a gyümölcspárlatoknak, például, ugye, 37,5 fok, illetve 50 fokos is lehet. Az ismertebb gyümölcspárlatok, ugye alma párlat, tehát Apple, applejack, Jack, a francia alma párlatot kalvadosnak nevezik, eredetvédett, szíva párlat, slivovic, törkölypárlat, Olaszországban a grappa, körte és bracpárlat. Gyümölcspárlatos itörak, ugye gyümölcsöket etilalkohollal vagy párlatokkal kivonatolnak és az aromaanyagokat is felhasználják. Az ital jellemző íze és színe kizárólag a felhasznált gyümölcsökből származhat, például barak ital és szilva szeszes ital. Akkor kezdjük is a pálinkával, ha már itt vagyunk. Tehát a pálinka egy igazi hungarikum. A pálinka eljesztett gyümölcsökből készülő lepárolt szeszes ital. Az Európai Uniós szabályoknak megfelelően a pálinka szót csak Magyarországon, és négy osztrák tartomány használhatja. Eredetvédett pálinkák Egyes földrajzi területek kiemelkedően alkalmasak bizonyos gyümölcsfajták termesztésére. Ezeken a tájakon évszázadok óta kiváló minőségű pálinkát készítenek. Kizárólag a hazánkban termesztett gyümölcsökről szefrézett, Eljesztett, párolt, érlelt és palackozott gyümölcs és törköly párlat nevezhető így. Tehát párolt, érlelt és palatkozott gyümölcs, törkölypálat pálat nevezhető pálinkának. Híres magyar pálinkák a kecskeméti barac pálinka, kecskeméti cseresznye pálinka, szatmári szilva pálinka, vilmos körte pálinka, törkölypálinka, pálinka, gönci barac pálinka, új fehér magy pálinka, göcsei körte pálinka, Újdonság az ágyas pálinka. Ennek készítésénél a kész pálinkát visszöntik a gyümölcságyra, így a friss gyümölc íze jobban érvényesül a termékben. Borpárlatok A bor lepálásával majd nemes ízesítők és színezők hozzáadásával hosszú érlelés után készült termékek, ugye? Aranysárga vagy borostyán színű, jellemzően boraromájú bor és ízű termék. Alkoholtartalmuk ezeknek ugye 40 százalék. Borpárlatokat törgyfahordóban élőlik, így a fajtája is meghatározza az élő előállított párlat aromáját. Tovább növelve ezzel a választékot. Vannak a konyakok. Ugye a konyak néven csak Franciaország szigorúan körülhatárolt területeiről, konyak város környékéről származó fehér szőlőből legalább kétszerű lepárlással készül. Tehát Franciaországban konyak város környékéről származó szőlőből kétszerű lepárlással készült termék. Ezek ugye húzamosabb ideig töltve hordóban élelt italok egyébként, meghatározott jelzésekkel látják el őket, amely egy minőségi rangsort is jelent. Legismertebb a Hennessy, a mártel és Otard. Brandy, amit pont magunk előtt is látunk a képen, tehát bármely más területről származó borpárlatok összefoglaló megnevezése. Legalább 36 százalékos alkoholtartalmú, rövidebb, hosszabb ideig élettermékek. termékek. Legismertebb márkák a görög metaxa, az olasztok, a csillai piszkó, a magyar lánchíd és a kabinet brandy. Gabonapárlatok Kiinduló Alapjuk valamilyen gabona? melynek keményítő tartalmát valamilyen módszerrel legtöbbször csíráztatással történő lebontással, Erjeszthetővé teszik, majd szefrézik, erjesztik és leparolják. A gabonapárlatok átlagos alkoholtartalma 40-től 70%-ig terjed. Az első ilyen italunk, ami gabonapárlatból jött létre, az a vodka. A vodka őshazája Oroszország és Lengyelország területe. Eredetileg burgonyából készült orosz nemzete ital volt, ma rosszból készítik. A skandináv országokban és Szibériában 65 és 70 százalékos. Ugye a alkoholtartalmak, de csak Oroszországban és Szibériában 65-70 százalékos, a többi országban viszont 40 és 45 százalékos alkoholtartalommal hozzák forgalomba. Tehát Oroszországban és Szibériában 65 és 70 százalékos a vodka, itt például Magyarországon csak 40 és 45 százalékosan hozzák forgalomba. Ismertebb változatai a finlandi, az abszolút vodka, illetve a Gorbashov. Itt magunk előtt pont egy abszolút vodkát látunk. Na de ennyit is a vodkákra, úgyhogy térjünk át a viszkikre. Viszki. A világon a legnagyobb mennyiségben fogyasztott párlapt. 3 15 év érlelés után forgalmazzák. Tehát lehet 3 év az érlelése és 15, tehát 3-tól 15 évig érlelik átlagosan. Ugye Skóciában és Kanadában a whisky az amerikai Egyesült Államokban és Írországban whisky. Tehát egy elbetű különbség van. Mindjárt próbálom szemléltetni, hogy megértsétek. Tehát whisky Amerikában meg. Na, ja, akkor most még egyszer elmondom, hogy jobban megértsétek. Tehát Skóciában és Kanadában viszki. Az Amerikai Egyesült Államokban és Írországban viszki. Tehát egy E betűt kap pluszba. Amerikában és Írországban. A különböző országokban előállított viszkik, alapanyaguk, az előállításuk különbségei és az érlelés módja szerint jelentősen eltérnek egymástól. A legismertebbek a Scott Whisky, melynek legjellemzőbb tulajdonsága a sajátos füstös ízi. Készítéséhez csíráztatott árpát tőzek tüze fölött szárítják, ugye füstölik, majd cefrézik és erdésztés után lepárolják. Jellegzetes füstízét az árpamaláta a szalásakor magába szívott füstgázoktól kapja. A név valószínűleg a Vid Beta életvizaszavakból származik. Érlelés után az állandó minőség érdekében többféle párlatot kevernek össze. Híres Skót Whisky. Valentines. Johnny Walker. Az ír whisky az árpa mellett búzából, rosból is készülhet. ízuk nem füstös, mert nem tűz, illetve nem tőzek tűzön való szárítással készítik. Írásmódja eltérő. Ha már népszerűek a Kanadából és az USA-ból származó amerikai viszkik, a bourbon változatok is legalább 51%-ba kukoricából készülnek. Hosszú legalább ugye 8 év az érlelési idejék, ilyen a Jim például. Beszéljünk akkor kicsikét a ginről. Tehát alapanyaga a rospárlat, melyet borókat termelésnek kivonatával ízesítenek, alkoholtartalma ugye 34 és 35 százalék, egyes gin, ginfélék ugye ízesítésre más anyagokat is felhasználnak, így a koriandert, angelikánt, köményt, levendulát. Legismertebb változatai a Gordon's London Dry Gin és a Jennifer Gin Holland Egyéb növényekből készült párlatok is vannak, ilyen a rum és a tekila. Rum. A nádcukor gyártásakor keletkező melasz erjesztésével és lepárlásával állítják elő. A fa hordóban történő érlelés módjától függően világos színű, könnyű, semleges ízű fehér rumot és hosszabb ideig érlel testesebb, nehéz, sötét rumokat, például kobai rumokat különböztetünk meg. A tartalmuk a rumoknak ugye 35 és 55% között van. És nagyjából ennyit a rumokról, úgyhogy térjünk át a Tekilára. A tequila, gondolom látjátok az üvegen is, hogy mexikói eredetű. A kék, a zseve növényből erjesztéssel és lepárlással készített ital. És most térjünk át akkor a likörökre. Ugye a likörök számottevő cukrot tartalmazó természetes vagy mesterséges anyagokkal készítő szeszes italok. Készítésükkör az anyagokat a likörfajták titós receptei alapján összekeverik, szűrlik, érlelik és palackozzák. A likörök alkoholtartalmukat ugye v per v százalékban cukortartalmát, vegyes százalékban adják meg. 15 vegyes százalékú van, tehát 100 köb. Centiméter likörben 15 g cukor van például. Alkortartalmuk átlagosan a likőröknek 12 és 42 százalék között vannak. Cukortartalmuk 10 és 60 százalék között van. ízesítésükre ugye nagyon sok anyagot használnak fel: gyümölcsöket, gyümölcsleveseket, pálinkákat, fűszereket, de nézzük is meg most a likőrök főbb csoportjait. Tehát vannak a keserű likőrök, növénylikőrök, fűszerlikőrök, gyümölcslikőrök, emúziós likőrök, és nagyjából így ennyi likör, likörfajta van. Úgyhogy kezdjük is előről, és részletezzük őket. Keserű likőrök. Általában nagyobb alkohol és kisebb cukortartalmúak. Jellemző ízüket a sokféle növény a drogok drogoktól kapják. Az Unicom, a Jägermeister, amely jellegzetes. Aperifiti italok étkezés előtt fogyasztott étvárgelyeztő hatásúak. Fogyasztásokat gyomorbetegségeknek, gyomorbetegeknek is ajánlják. Tehát növényi kivonat. Kivonatból származik a likör Általában illetve a keserű likőrök, azok növényi kivonatból származnak, illetve vannak még növénylikőrök, ugye cukortartalmuk nagyobb, enyhébben keserűek, ilyen például a mecseki, olyan változatok is van, amely keserű, drogok nélkül készül, például Hubertus. Vannak fűszerlikőrök is, ugye aromájában valamilyen fűszerből származó vezető íz érvényesül, Általában kömény, édeskömény, ánis párlatával, néha olajával készülnek. Többnyire szintelenek és magas az alkoholtartalmuk. Legismertebb közülük az óúzó ánis likör. Vannak gyümölcs ugye? Friss vagy tartósított gyümölcsök levelével vagy párlatával, ízkiegészítők hozzáadásával készül. Közepes alkohol és cukortartalmú italok. Követelmény velük szemben, hogy a gyümölcs íze jól felismerhető legyen. Ilyenek a Sherry, Brandy, Curaco, contrao, Grand Marnier, Tripluszek, tehát a citrus héj olajával ízesítik meg ezt a tripluszeket. Illetve van az Amaretto, az meg mandula ízű. Vannak emúziós likörök. Ma rendkívül népszerűek tojás, kakaó, tejszín vagy egyéb magas zsírtartalmú nyagokból készülnek. Sajátos technológiával állományuk, sűrűn folyóak, magas cukortartalmúak, ilyen a csokoládé, likör, amit pont most látunk magunk előtt, tehát csokoládé likör, tojás likör, brandíz, és nagyjából így ennyi. Tehát ezek az emulziós likőrök, amit itt látunk magunk előtt, az is az. Tehát ezek a csoki likőrök, tojás likőrök. ez mind emulziós likőr fajtába tartoznak. Illetve van még egyéb ízesítésű likőr, ide tartoznak a mokka és a kávé Szeszes italok a finom szeszből aroma felhasználásával készülő termékek neve ugye a szeszes ital. A szeszes italok más néven kereskedelmi vagy commerce italok. Úgynevezett hidegúti eljárással az alapanyagok összekeverésével készülnek. Alapanyagaik a finom szesz, tehát mezőgazdasági eredetű alkohol, víz, mesterséges eredetű eszenciák és más ízesítő esetleg színező anyagok. Megnevezésünknél a szeszes ital jelzője lehet. Ugye gyümölcsízre utaló, tehát barackízű szeszes ital, lehet cégnév vagy fantázianév. Égetett szeszes italok, ugye bolti kezelés, hiszen fontos, hogy megfelelően raktározzuk ezeket a termékeket. Az égetett szeszes italok a minőségüket korlátlan ideig megőrzik, ezeket a termékeket csak a jövedéki engedélye rendelkező üzletek tulajdonosai árusíthatják, tehát jövedéki engedély szükséges ezeknek az árusításához. Az égetett szeszes italokat csak hiteles, italzárja egyen lezárt palackokban lehet forgalmazni. Ugye csomagolás kizárólag üvegbe, az üveg lehetőleg átlátszó legyen hogy látszódjon az ital színe. Páratartalom, ugye legkedvezőbb a 65 és 70 százalékos pára, relatív páratartalom, ideális, ide, ideális, tárolás a 20 Celsius fok. Tilos forgalmazni a 18. életévét be nem töltött személy részére. És tilos ö, felsz kiszolgálni őket alkohol tartalmú itallal, és tilos nekik értékesíteni. Tehát 18 év alatt nem. 18 év felett természetesen forgalmazhatunk és adhatunk is el. De 18, éves alatt, 18 év alattinak meg kell tagadni a kiszolgálást. Úgyhogy nagyjából ennyit, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.